Sziasztok! Hát csinálok egy kis empanádát, ami ugye egy ilyen spanyol, tulajdonképpen töltött linzertészta. És én húsosat fogok csinálni méghozzá. Lányok, amit tudom, hogy szeretnek, ugye az a bolonyai. Úgyhogy csinálok egy ilyen, hát egy bolonyai empanádát, amiben ugye a bolonyainak a raguját szét fogom bontani, hogy lesz benne száraz töltelék a tésztában, és külön egy paradicsom szósz, amiben lehet vagy mártogatni, vagy leönteni azért. De ez ilyen parti falatnak is jó, de főétkezésnek is teljesen jó. Ez 55 deka liszt, ez 20 deka margarin, és itt nem fontos, hogy hideg legyen, ugyanis meleg vízzel kell ezt a tésztát fölönteni. Ez a csapból, ami kijött a legmelegebb víz, ez 1,3 deciliter. Pontosabban én súlyra mértem, tehát 13 deka volt. Egy csapott teáskanál só mehet bele, és amit csinálnak úgy is, hogy csak így, csinálják úgy, hogy egy kis élesztőt tesznek bele, meg lehet úgy is, hogy egy kevés, hát egy mokkáskanálnyi, tehát egy fél, csak, ez megint csak a tudat, egy fél teáskanál sütőport tettem bele, és tulajdonképpen ennyi a alaptészta. Ja, meg a lényeg, de a legtöbb receptben nincsen tojás, de én ezt a tojásos tésztát szoktam csinálni, jaj, mert hogy könnyebb vele dolgozni egy picit, mert ugye a sima almáspitét is lehet olyan linzertésztával csinálni, hogy csak és kizárólag a vaj, cukorsó, meg a liszt van benne, de ha van benne egy tojás, az picit mindig segíti a munkát. És ezt most szépen így ilyen homogénná összedolgozom. És mikor már így összeállt a tészta, akkor kicsit ezt jó alaposan le, ilyen feltöltenítős tisztítószerrel le, kucoltam, még egy kicsit így átgyúrom, és egy nagyon-nagyon kis, jól kezelhető, látjátok, nem tapad, jó kis tésztát fogunk kapni. Egyébként lehet, hogyha egy kis élesztőt tettem volna bele, akkor még jobban járok, mert a sütőpor az ugye ki tud pezsegni viszonylag gyorsan, és ezt most ugye be kell tenni a hűtőbe. Én egy kicsit itt szét szoktam nyomkodni, mert úgyis ilyen golyókat, ilyen 20-22 golyót fogok belőle csinálni, és hogy jobban hűljön, úgy, hogy picit visszadermedjen a vaj, de egyébként ezt is simán tudnám már használni, megformázni. Ebbe visszateszem, és így most beteszem a hűtőbe, amíg elkészítem a tölteléket. Töltelék, ez 95 deka darált hús, csak hát ezt én itthon daráltam, és szerintem tönkre ment a kés a darálóba, mert ilyen a legnagyobb lukon is ilyen pépesre darált, de mindegy, ez már legyen a én nyomorom. És olívaolajon oda teszek egy fej hagymát, szépen finomra vágva pirulni, és azon fogom a húst megpirítani, egy szem paradicsomot fogok beletenni, egy három gereszt fokhagymát, meg a többi ízesítőt. És a hagymára teszek egy csapott teáskanál sót, mert majd megkóstolom, hogy a hússal mennyire lesz sós. És már ilyenkor mehet rá őrölt bors, mert mindig elmondom, a borsot egy picit megpirítjátok, annak ilyen jobb íze van. Ha megpirult a hagyma, ráteszem a darált hús, és azt is szépen megpirítom. És amikor már vannak ilyen szépen megpirult részek a húson, mehet bele a fokhagyma, mehet bele a paradicsom, meg egy pici víz, nem tudom, egy ilyen deci, másfél deci volt. És egy kicsit még átpárolom, hogy megpuhuljon a hús. Ha még kell hozzá plusz víz, akkor még teszek rá egy fedőt, és puhára párolom, és utána megkóstolom, hogy elég sós és elég borsos-e. És akkor még egy ízesítő oregánót teszek bele, a szószba meg majd bazsalikomot fogok, egy teáskanál oregánó, és így szépen puhára párolom a tölteléket. Amíg párolódik, lereszelek 20 deka trapista sajtot, tehát látszik, hogy jó a szemmértékem, mert háromszorra sikerült levágnom a 20 dekát, de hát ez legyen a legnagyobb bajom. Ilyen nagy lukú reszelőn lereszelem.
Akkor megpárolódott, megpuhult, levettem a fedőt, és amikor ha így széthúzzátok az edényben a húst, és már nem folyik ki belőle a nedvesség, tehát elpárolgott belőle az összes víz, akkor le lehet zárni, és mehet bele a reszelt sajt. Ennek két oka van, egy, hogy ízesebb, meg finomabb, meg amúgy is a bolonyaiba kéne. Kettő, hogy ez egy picit meg fogja fogni a tölteléket, és amikor esszük, akkor nem fog így kiperegni belőle, még akkor se, ha kézzel mondjuk ilyen buliba, ilyen parti snackként fogyassza az ember, ez egy kicsit így meg fogja fogni majd a húst, ezt most jó alaposan elkeverem benne, megolvad a sajt, és akkor szétkeverem, és akkor össze fog állni egy ilyen tölthető kis masszává. És amikor jó alaposan elkevertem, látjátok, így nem pereg már annyira, akkor egy tálcára kiborítom, ennyi folyadék volt az alján, de még ez is akár benne maradhat, mert ugye ez egy ilyen vajas tésztával dolgozunk, és ha arra rátenném a csárda meleg tölteléket, azért az nem könnyítené meg a munkát, úgyhogy ezt egy picit hagyom most hűlni, addig, amíg kigolyózom a tésztákat, meg elosztom, addig ez itt szépen hűlni fog. Na és a tésztákat, most a tésztákat kivettem a hűtőből, és ilyen kis 4,5 dekás golyókat fogok belőle kiméregetni. És akkor azt szépen így fölgolyózom. Ez 4,6. Tehát körülbelül ekkora kis falatokat csinálok. És már csak a befejezés van, itt vannak a kis golyócskák, és hogyha kihűlt a töltelék is, tehát már nem csárda meleg, akkor szépen így egy nyújtófával, vagy lehet sodrófával is, csak azzal egy kicsit nehezebb. Egy nyújtófával szép vékonyra kinyújtom. Mivel úgyis meg fogjátok kérdezni, így most gyorsan, ez 11,5 cm a körnek a átmérője. És akkor szépen teszek rá a töltelékből, hát megpróbálom elosztani, ez ilyen 20 golyó körül lett, de azért legyen benne bőven, rá kell szépen hajtani így a szélére, úgy nem baj, a kívül nem kenitek össze a töltelékkel. A szélét egy kicsit össze kell nyomogatni, és ezt így felszokták a türelmesebbek így tekergetni, hogy jól mutasson, hát én már öreg vagyok, meg ügyetlen is, úgyhogy csak így egy villával szépen a szélét összenyomom, ez azért még úgy nagyjából mutatni is fog. Kicsit így ellapítom, és mehet vagy egy ilyen tapadásmentes tepsibe, vagy pedig tegyetek bele sütőpapírt. Na most betöltöm az egészet. És ha azt akarjuk, hogy viszonylag jól is nézzen ki, ne csak finom legyen, akkor egy kis felvert tojással meg lehet kenni, és akkor ilyen szép sárgára sűr, amúgy meg ilyen szürkés barna, vagy ilyen barnás lesz a teteje. És itt már egy picit nagyobbakra csináltam a karikákat, mert ez a 95 deka hús, ez elég soknak bizonyul. Úgyhogy hát megpróbálom azért eltölteni, hát ha nem, akkor meg majd a leveles tésztába beleteszem, és ezt meg 180 fokos sütőbe szépen pirosra készre sütöm. Ja, és még egy, hogyha akarjátok, így egy picit meg lehet szúrni, hogy a gőz nehogy szétnyomja, és akkor így tegyétek be a sütőbe. És amíg sül, addig megcsinálom a paradicsomszót, amit rendkívül komplikáltan fogok készíteni. Egy doboz ilyen paradicsom levet vagy sűrítményt oda teszek. Picit kiöblítem a doboz, nem teszek hozzá sok vizet. Úgy. És hát van most friss bazsalikumom, de már elkezdem csinálni ezt extra szűz olívaolajjal, leszedem a zöldjét, és össze szoktam turmixolni, vagy kutterelni, és beteszem jégkocka tartóba, és lefagyasztom, és akkor egész évben nézzétek meg, most még mindig ennyi van a tavaly készítettből, itt vannak az olívaolajos kis bazsalikom darabok, úgyhogy ebből most 3 ilyen kis kockával, tehát egy ilyen kis maréknyi levéllel teszek bele extra szűz olívaolajat, egy fél decinit, ezt az íze miatt, ugye megy bele só, azt is még megkóstolom, hogy jó legyen, mehet bele egy pici bors,
Kettő gerezd fokhagymát fogok belereszelni a finom rukú leszelőn. És már csak egy húpos teáskanál cukor kell bele, nem azért, hogy édes legyen, csak hogy a paradicsomnak azt a savanykás ízét egy kicsit ellensúlyozzuk. Ezt szépen fölforralom, megkóstolom, hogy elég sós, ha nem, akkor teszek bele még egy pici sót, és ennyire egyszerű lesz rá az öntet. És jöjjön az igazság pillanata, azért hagytam egy kicsit hűlni őket, hogy ne élőadásba égessem romma a számat. Figyeljetek, ezt is csináljátok meg. Ja, és minden tölteléket bele tudtam szeszorolni. Isteni finom, lenyelem ezt a palatot. Szóval tele van ilyen kis húsos, enyhén sajtos töltelékkel, plusz ez a kis paradicsom szósz rá. Na jó, nem melegedek bele. Ez ilyen bulikra is, a kihűl, úgyis jó, a langyos, úgyis jó. Hidegen, melegen, bárhogy fogyasztható. És ezzel a tésztával nem is fogtok szemben, de látjátok, még liszteznem se kellett az asztalt. Úgyhogy bátran készítsetek el egy nagyon-nagyon finom és egy viszonylag különleges étel, de mégis egy ilyen megszokott, ismert ízzel. Úgyhogy szerintem ez itt Magyarországon tarul, hogyha elkészítetek. Jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, kényük a játat, sziasztok!